Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Azt hiszem, kimondhatjuk bátran, hogy a baloldal, ezen belül a szocialisták is utóbbi napokban értelmezési problémákkal küzdködnek, és ahogy Simon Gábor és az MSZP vagyonnyilatkozatban nem tudták értelmezni, hová kell beírni a 240 millió forintot, ami kétes eredetű pénz, ugyanúgy nem tudják értelmezni a GEDEX-re a jogszabályban rögzített gyakorlatát sem. Nyilván az előző kérdésről remélhetőleg arra illetékes szervek majd választ adnak, és értelmezési segítséget nyújtanak a baloldalnak, szocialistáknak. A GEDEX-re tekintetében megpróbálom mindezt én megtenni Önöknek. Szocialisták egyrészt azt állítják, hogy csak egy gyes kapható két, 3 éven aluli gyermek után, ezzel szemben a jogszabályok a következőket rögzítik. A gyermekgondozási támogatás havi összege függetlenül a gyermekek számától azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Azaz, szemben a családi pótlékkal, ahol 2-3 vagy még több gyermeknél más a mértéke a családi pótlék összegének egy-egy gyermek után, a kétszeri gyes megkapó gyermekek azonos mértékű, a mindenkori öregségi nyugdíj összegével azonos összegben kapják meg, vagyis a szüleik utánuk a gyest. És egyébként ezt a jogszabályt folytatja a családok támogatásáról szóló 98. évi törvényen belül, a 84. törvényen belül így folytatja a 25-ös paragrafus 3-as bekezdés. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság egyidejűleg legfeljebb 2 gyermekre tekintettel állhat fent azzal, hogy e bekezdés alkalmazásában az egyazon várandóságból született iker gyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni. Ebből a következőket kell levonni, ebből a bonyolultnak tűnő, de mégiscsak világos megfogalmazásból. Az egyik állítás az az, hogy 2 gyerek után 2 gyes vehető igénybe, természetesen akkor, hogyha 3 év alattiak a gyermekek. Kivétel van, és a kivételt pedig az iker gyermekek esetén kell tenni. Ez a kormány vezette be annak a lehetőségét, miszerint ha egy családba 2 gyermek, 3 vagy 4 vagy még több iker gyermek születik, akkor minden gyermek után jár a gyes. És hogyha példát mondhatok, ebben az esetben mondjuk van egy 2-es iker, utána születik egy újabb kisbaba, jár nyilván továbbra is a 2 iker után is a gyes, és jár az újabb kisbaba után is. Tehát az a jogértelmezés a szocialistáknak, miszerint a gyes nem jár 2 gyermek után 3 éves korban, teljesen hazug, és becsapja a szülőket, becsapja a választókat. A szocialisták egyébként azt is állítják, ha a gyed mellett dolgozik az édesanya, akkor nem jár a bölcsöde. Ezzel szemben az az igazság, ha az édesanya gyed mellett dolgozik, a gyed megmarad, és bölcsöde is jár neki, természetesen a gyermek egy éves kora után, mintha gyednik is ezt rögzítette a jogszabály, és eddig is ez a törekvés megvolt és meg is marad. De még egyszer hangsúlyozom, gyed mellett, hogyha dolgozik az édesanya, akkor a bölcsöde is jár neki. És itt azért szeretném mindenképp összefoglalni Önöknek, hogy miért is fontos ezekről beszélni. Hiszen oly nagymértékű változás történt a GEDEX-ra bevezetésével, amely 3 területet érint. Érinti a dolgozni kívánó kismamákat, illetve édesanyákat, érinti a fiatalokat, és érinti a következő gyermeket vállaló szülőknek a támogatási rendszerét. Első esetben 2 megoldás is van, vagy 2 lehetőséget is kaphatnak az édesanyák. Az egyik akkor van, amikor még a gyermek már elmúlt 1 éves, de még 3 év alatti, akkor gyes és gyed mellett is dolgozhat, és megmarad bármelyik ellátás, ami éppen van. Illetve, hogyha egy édesanya 3 vagy több gyermeket szült és nevelt, és azután megy el dolgozni, akkor a munkaadója 3 évig teljes kedvezményben, 2 évig pedig 50% kedvezményben részesül szociális hozzájárulási adó tekintetében,
azaz 3 évig nem kell befizetni, utána 2 évig pedig 50%-át. Egyetemisták és főiskolások esetében akár egyetem alatt, akár közvetlen utána vállalnak gyermeket a fiatalok, akkor gyerben részesülnek, ami mindenképp segítheti abban őket, hogyha családot alapítanak, gyermeket vállalnak, akkor magasabb ellátást kapjanak az eddigi gyessel szemben. És hát a következő lépés pedig, amiről eddig is beszéltem, ha megszületik a következő kisgyermek, mindaddig jár az ellátás az előző gyermekig, gyermeknek is, amíg az a jogszabály alapján életkorához kapcsolódóan járt volna. Tisztelt megjelentek, szeretném jelezni, hogy ezek az intézkedések, a GyedExtra intézkedései közel 20 milliárd forintot jelentenek a családok számára, és közel 55 ezer érintettről beszélhetünk. Ez azért fontos, mert ez az intézkedés a családi adókedvezménnyel együtt már megsokszorozza, vagyis kibővíti, bocsánat, a családi támogatási rendszert, és miután a családi adókedvezmény több mint 55 milliárd forint, a családi adókedvezménynek a kibővítése több mint 55 milliárd forintot jelent ebben az évben, több mint 260 ezer családot érint, így 2014. január 1-től jelentős támogatási összegek, illetve bevételek maradnak a családoknál, amelyek mindenképp a gyermekvállalást és a gyermekeknek a fölnevelését segítik. Ezt veszélyeztetik egyébként Gyurcsányi és a Mesterházi politika, hiszen ők egyrészt hiteltelenül állítanak olyanokat, hogy nem jutnak hozzá gyeshez a szülők, hiteltelenül mondják azt, hogy adott esetben nagyobb támogatást adnának a családoknak, már csak azért is, hiszen ők voltak azok, akik a gyest 3 évről 2 évre lecsökkentették, és ezzel egyébként 57.200 édesanyától vették volna el a gyestnek a lehetőségét. És ők voltak azok, akik a családi adókedvezményt 1 és 2 gyermekes gyermekektől elvették. Ez egyébként 800 ezer családot érintett, és több mint 1.320.000 gyermektől vették el a családi adókedvezménynek a lehetőségét. Tehát bármilyen riogatás, bármilyen támadás a családtámogatási rendszerrel szemben, amit a baloldal tesz, az hiteltelen, elfogadhatatlan, és hozzá kell tennem azt, hogy bármit is állítanak a jövőben, elkövetkezendő hetekben, hogy ők a családokat milyen mértékben támogatnák, az valószínűleg ugyanolyan rossz helyzetet jelentene a jövőben a családoknak, mint azt tették kormányzásuk alatt 2002 és 2010 között. Köszönöm szépen a figyelmüket, amennyiben kérdésük van, akkor nagyon szívesen válaszolok, amennyiben nincs, akkor külön. Parancsoljon. Köszönöm, hogy ezek utolsó, hogy ugye, hogyha a nagyon visszatannak, amit dolgozunk, a bölcsödékre is szükség. Milyen bölcsödefejlesztések vannak, mennyi úgy félülnek? Köszönöm szépen a kérdését. Ebben a kormányzati ciklusban 28 milliárd forintot fordítottunk és fordítunk bölcsödei férőhelyeknek egyrészt a bővítésére, másrészt pedig felújítására. Ez azt jelenti, hogy több mint 5000-rel nőtt és nő 2014 évig a bölcsödei férőhelyek száma, és több mint 4000 bölcsödei férőhely teljes mértékben megújul, míg a következő 2014-2020-as európai költségvetési időszakban azt mérjük most föl, hogy hol van még adott esetben hiány, hol van még szükség bölcsödékre, ott fogunk építeni, és azokon a területeken, ahol pedig rossz állapotú, de a helyek most már megvannak, a férőhelyek, ott pedig felújításokra fogunk nagyobb összegeket fordítani. Mindez pedig kiegészíti a mindenféle más otthon közeli ellátás, amelyekre több milliárd forintért írtunk ki az elmúlt években pályázatot, és ezek is segítik az ellátás területét minden szempontból.